Egyszer nyúltam volna oda a postaládához, ki akartam menni, ami benne volt, és nem ment benne a kulcs. Mert ez is be volt ragasztózva. Ezen a szolnoki lakótelepen egy idős asszony teszi pokollá a lakók életét borzasztó cselekedeteivel. Éjszakánként üzeneteket hagy, beragasztózza a zárakat és ételmaradékot önt az ajtókra. De a családokkal élő négy lábúak sincsenek biztonságban. Gyakran előfordul, hogy szeg kerül az ételükbe. Reggelre mindig oda van rakva a kaja. Mindegy, hogy micsoda van, vagy rá van kenve a garázs ajtóra. Akkor teli van szurkálva gombos tűvel, meg patkányméreggel. De szinte minden reggel így van. És amúgy még félünk tőle, mert félelembe tart minket is. Egy magányos öregasszony vagyok, és félek tőle, de ez a szomszédasszony, ez még jobban fél tőle, mint én. Már nem így szokott kinézni, Marika lemosta ultrás vízzel, de így is pocsék. Ide szokta a kutyavirüléket, meg az ételmaradékot önti üze. Most újabban oda lenti. És nem csinálna semmit. Ez a hölgy 14 éve lakik itt. Riporterünknek elmondta, egyszerűen nem tudnak megbékélni azzal, hogy így viselkedik egy lakótársuk. Kötözködik mindenkivel és mindenkit szid. Állítólag azért nem szereti főként a fekete macskákat, mert szerinte bal szerencsét hozott a lakótelepre, és emiatt halt meg a fia. A cicákat eteti Marika, és ő ezt nem bírja elviselni, mert kirakja a mérget, patkánymérget, májat, gombos tűvel teleszórja, utána minden fele, úgyhogy ilyen problémák vannak. Marika mindenkit figyelmeztet, meg mink is, hogy ide ne engedjünk kutyát, ne menjünk, hanem arra megyünk le az abjasztóba partra. A hölgy tovább meséli a gyötrelmeiket. A kulcsokat pillanatragasztóval beragasztózta a postaládákba, Maricukájét is, meg Marikának a pincébe van egy tárolója, és ott is. Brutális ocsmány szavakat kiír a lépcsőházba, meg ide is szokott rajzolni. Ez az idős hölgy, aki szintén itt él, arra panaszkodott, mióta meghalt a férje, nagyon fél. Ez a környezet, ami itt tapasztalható a lépcsőházban és a lakótelepen pedig, még jobban felerősíti a félelmeit. Beteg emberről van szó, és bennünket is zavar, félelembe tart bennünket. Ugye egyedül élünk, férjeink meghaltak. Amióta ide költözött a borzalmas hölgy, teljesen megváltozott az életük. Pokollá teszi azt. Nem is tudom magának elmondani, mert valami borzalmas egy hölgy. Valami borzalmas, félelmetes. Félelmetes. Komolyan mondom, hogy olyan jó volt addig, amíg nem jött ide hozzánk. Az itt élők nagyon reménykednek, hogy hamarosan megoldódik a helyzetük, és visszatérhet minden a régi kerékvágásba. Úgy tudjuk, a rendőrség is nyomoz az ügyben.